szeptember 24-e Püspök Szilágyra látogatott el, el is jött, Albidok gyönyörű szép helyre, egy katlamba van ez a nagyszerű pálya, jó a pálya, és most lászuk az Albidok csapatot éppen ott. Jelezték, hogy itt vannak erre a meccsre, eljöttek, és a hazaiak is azt mondták, hogy igen, és ott van a két Zorro, az egyik Gágó, vezetőbíró, Gágó Gábor, és Bugyi Gábor, az asszisztens. Keleti csoport Budapest, negyedik fordulóba megyünk, ahol 15-0-ás gólarányal az Albidok, 9 ponttal vezeti a listát. Püspök Szilágy, kapus 24-esel Sallai, 18-asal Budai, 6-os Klein, 15-ese Pohollány, 3-as Bagyol, 11-es Rakovics, 8-assal Laki, 17-essel a csapatkapitány Horváth, 21-essel Létai, 7-essel Kaszab és 10-essel Vince, a csapat edzője Misnyovszki Barnabás. A vendégcsapat az Albidok, Béres a kapuba, Margitics, Nagy, Palotás, Vég, Mauli, Kizman, Morszcsuk, Palotás, Szebi, Kész, Varjú. Horváth Gergely van még a csapatban, és az edző Rozman Sándor. Igen. Benézzük az időt. És elkezdődött. Rögtön egy óriási labda Szebi felé, visszapattan. Ott van, most lőjön meg, ott van a labda! Az első percben 500 eurót kap, 500 eurót az első percben a szállítótól Horváth Gergő. Rögtön az első percben ez azt jelenti, hogy 1-0-ra vezet. Várjuk már, fiúk, ez nem hamar jött. Ez azt jelenti, bebiztosította, hogy a három pontnak a neve maradjon az Albidoknál. Szép támadás volt, okos támadás volt, szép indítás. Laki volt az, aki megrúgta. Kész, kapura lőnél, fiam? Mellé! 17 centire ment el, itt is a kapufába be van építve a mérő. Mi ezeket a mérőket otthonról hozzuk, Hollandiába vette Ötvös József az elnök ezt a mérőt, hogy aztán összegyűjtsük, hogy mi van, és megnézzük. Táti! Gyönyörű, és elindul a cirkusz. Kezdődik a cirkusz, várjon áll a labda, Kész adná be a labdát. Ott a labda, és a kapuba akar bemenni, és veri a padlót Gergő. Horváth, a labda helyett Horváth került a kapuba, 24-esen Szilágyi. Vince csipi el a labdát, jó adja a labdát a csapatkapitánynál, Vincénél a labda még csinál egy cselt hátra, most jó adogatnak, Laki adta a labdát, köszönjük, Béres engedi el, míg elmegy a labdáért, ott egy friss labda, kirúgással folytatódik. Rakovics volt az, akinek kipattant a labda, és elmegy Horváth, beadná a labdát, ott a labda, gyere Szebi, rendbesztorodat! Palotás Sebastian, kutya nélkül apám, az új Laki Bullterrier, 2 Sebastian. Tessék megnézni, mi történt tulajdonképpen. Gyönyörű támadás, óriási bedobás, elmenés, beadás, és átmegy mindenkin, és Szebi kacagva, mintha rajzfilm sorozatban velenne részt, ahol borotválják, csipegetik és frizurát készítenek neki. Palotás Sebastian, 2-0. Jó? Kész? Ez az. Ellopta a labdát. Ott a labda. Megy Szebi. Horvátnál a labda. Lőd azt a kaput. Varjú, micsoda egy kapufa. A kapufa velük van. Morcsuk szépen mellé. Még helyezi mellé, legalább emeld a 9-esbe. Micsoda egy támadás, tessék megnézni, mit művel. Tehát Kész annyira jó kedve van, hogy gyűrű nélkül játszik, és tel van szabadulva. Egy csel ide, elvette a labdát, rögtön indított. Ott a ketten, ha ezt megbeszélték, van Horváth, ha lepászolja, vagy megáll, és hazamegy. Vazeg. Varjú. Ott van. Hopp, micsoda csellő, lőd meg azt a kutya úristenit! Megnyugtatták Kész Tibi, az az autó nem a miénk, bazeg.
gázolalja meg, te meg eltalálod a labdával, kell nekünk a cirkusz itt a katlamba. Óriási. Kizman, vigyázz. Jaj, de gyönyörű, Maugli, Maugli, egysel, Maugli, Maugli, még egysel, 11-es, és a bíró azt nyaf***. Pedig Maugit elrúgták. Edd meg, rágd meg, ez igen. Véletlenül megtolta két kezivel, 10 ujja van. Marosztjuk a másik bokás. Vaj, Patrik Marosztyukhoz kerül a labda, lát, szeme van a labdának. Most adod a szépen. Varjunhoz, elmegy, ott van kéz, légy be ezt a kurva, gól! Gól! És ezt most már oda mennek, és kész Tibi, bevágja. De micsoda támadás volt, mennyi passzal mentek el jobbra-balra, gyönyörű támadás, és kész Tibor, bevágja. 3-0 kész Tibor. Rozman Sándor csapata most veszi fel a tempót, és mi lesz itt még a második félidő végén? Klein lopakodott 6-os számmal ide. Zöld támadás, zöld szöglet, szépen száll befelé. Klein, szeide nagy volt, Klein! A szakállas. Érezte, na ez egy begyakorolt figura, szép támadás szögletet látunk a 21. percben, és Klein Tamás volt az, aki. Kizman, a Kartal stadion rabbia, micsoda labda, micsoda indítás, kész, megy el jobb oldalon, Edsel, most adná be középen, ott van, lőd, azt a kurás, óriási tédet, Sallai apám! Tessék megnézni még egyszer, micsoda támadás. Itt van Kizman, kész, micsoda elmenés. Óriási passz, kész, még egy jó passz. Megvan. Száll a labda befel a hosszú sarokba, ott van. Micsoda egy lehetőség volt. És a bíró lefújja. Ja, kapust megtámad. Ezt, ha valaki megtámadja ezt a kapust. Csak nézzenek meg, Sallai Márk. Nagy Rolland, Badalóba született, világváros, Maugli oda lopakodik. Óriási szép volt. Ezt meg lehet nézni még egyszer. Nagy Roli meghúzta, meglőtt ezt a labdát, zsinora ment el a jobb felső vinklitől néhány centire. Szép jelenetet láttunk a 27. percben. Ott van késznél a labda, Edsel, kész, lő egyet, nem kirúgják. Ott a fejes még, Mauglihoz kerül a labda. Edsel, aj, de nagyot védett, Sallai apám! Bravo, bravo, óriási! Maugli behelyezte a hosszú sarokba, és Sallai kinyúlt, mint egy gumimaci, bazzeg. És óriásit védett. Bolondok háza. Megint Laki. Ott van a labda. Aj, de szépen ellopta, és elment, elment Maugli, elígy végig, Maugli, elígy végig. Ott van a labda. Ott van a labda, ott van a labda. Bazd meg, ó! Kész Tibor második gólja, rátámad az egész csapat. Tessék megnézni, honnan kezdődött. Ezt csak tessék megnézni tempóba. Mauglihoz került bal oldalra. Hogy került oda az a majom? Nem tudjuk, de ez bravo. Óriási volt. És Kész Tibi bevágja a második gólját. Hát vajon mit szó Kész Tibornak az apja, aki Kész Tibor, és aki mindig itt van és drukkol, és büszke a fiára, mert rendkívüli jó. Ő a csapatkapitány, ő állította össze ötvössel ezt a csodálatot, amit van, és itt hozták ezt a kis embert, ez a Maugli apám, Margitics. Marosztyuk, a labda útja. Ott van, most lőd meg, még egysel, nyolcszel, egysel, még egysel, kiment az erő, Maugli, bravo, nem baj, Mau, Víg András,
csinálta 3-4 cselt, és már kiment belőle az erő, csak ráfújt a labdába, szinte füzővel lőtte meg a labdát. Varrió veszi fel a tempót, Varriónál. Piro hagyja. Jó, elloptuk a labdát. Ott van a labda, Kész Tibornál. Ott van a labda, Horváth, lőd be azt a labdát! Ajjajjajjajjaj! Mi volt ez? Les. Hátulról figyelte meg, hogy előről lesen van, jár a nyaka a bírónak, míg egy építkezés Ukrajnában. Vince húzza meg. Vince, még mindig Vince. Vince kapura fog lőni. Köszönjük szépen. Béres is azt mondja, harasó. Megfogja. Morcsuk, vigyázz, azt mondja. Aj, mit művelnek? Gyerekek, hol van ez? Hollywoodba, Kizmán könyörög. Elszalad, nem kap semmit. Nagy Róli szépen megengedi. Ott is elmet, Tati, vedd fel most azt a labdát. Ott van Fejeldát, óriásit védett, Sallai, gyönyörű volt. Sebastian. Miket művelnek a fiúk? Igen, ez egy érdekes gondolat volt, meg is történt, csak a labda útközben felvette a tempót, és elment. Szép volt, szép ez a szabadrugás, innen kellett, hogy be... És a bíró lefújja, nem ad rám. Igen, marad a 4-0, és Gagó Gábor lefújja, pihenjünk egyet, együnk egy jót, és... Következik a második félidő, csodálatos az idő, gólszerzők, Horváth, Szebi, kész. Kész van a mai játékra, reméljük még fogjuk hallani a nevét, és feliratkozik a listára. Szünet. Jó, miénk a labda? Varjú csipél a labdát. Óriási, Késznél a labda, lefussa Kész a kisembert. Ez az, bent van a 16-osom, most kellene valamit, add be azt a labdát, és a kapus, Sallai! Bravo! Kapus a legjobb játékosa Püspök Szilágyi csapatba. Óriási labda, Varjú felé, kipattan a labda. Marsjuk túl, lecsorog a lábáról, és Sallai vevő volt rá erre a labdára. Hajrá, Tati! Kiabál a közönség, zúg a hangorkán, Morscsuk veszi le a labdát. Eri Tati, ott van Tati, most fogja beadni a labdát. Végig megy, apám, bastad be azt a labdát, ott van, lőd be azt a... És Sallai a helyén volt. Ez csak azért, mert ott volt a hely, és Magli megemelte, helyezte a labdát. Szerencsésen esett Nagy Rolli bedobás. És Steblák első támadásába. Leforrázta a labdát, apám. Elindították, kipattan a labda. Margit is mellel. Margit is gyönyörű labda. Gyalogkakuk. Adnám valakinek. Gyalogkakuk, vedd fel a tempót. Apá, 11-es, és a bíró azt mondja, igen! Klein volt az, aki a 8. percbe felvágta. És 11-es, kirúgja. Kész Tibor. Kizmant rúgta fel. Mit? Kizmant rúgták. Kizmant rúgták fel, és Kész Tibi kapja a labdát, a mester hármasra megy. Nézzük meg, mi lesz belőle. Kész Tibor a csapatkapitány, és Sallai. Csend van, síri csend. Gól! Kész Tibor a harmadik gólját lövi, és feliratkozott a listára 20-0-ás gólarányjal. Az Albidok csapat. Sallai Google, méri befele, katonai mérő szemüvege van rajta. Mozog a hasa. Kizman. Gót láttam! Gót láttam, szóval innen úgy nézett ki. Visszajátszás, tessék megnézni, Kizman szépen beméri. Beméri szépen Kizman, megemeli, és ott megy el egy milliméter a felső sarokba. Én már azt hittem, hogy gól.
Tátinál a labda. Gyönyörű labda. Oda van a labda. Kajla erigy, erigy, Kajla erigy. És ott van a labda, és ott van a kapus. Lőd azt a labdát, ott van. Kivágják. Kivágják a védők. Visszakerül a labda, 16-oson pattog, ott van a labda, még mindig ott van, kész, mellre veszi, erigy Kajla, lőd meg azt a labdát! Szépen átemeli a hosszú oldalra, gyalogkakuk, visszaemeli, még mindig vigyázz, tolakodni fognak. Gyalogkakuk, most adja be a labdát, ott van a labda, kész, lövés felé! Csak be kellett volna helyezni, ő meg lőte. Lőni jössz ide? Helyezd be azt a kurva labdát! Sallai kirúgással folytatódik, marad az 5-0. Marsjuk! Erik Kajla! Kész veszi fel a tempót. Ott van az állat, szalad érte. Itt egy szép testcsel. Jaj, de szép volt! Ott van! Fejej! Lőd! Lőd! Ez. Kajla császár, Kajla a csatárapám, a Barcelonába kacsingat. Micsoda helyzet volt, mi? Szép labdakezdelést láttunk, jó, indítják el. Már mindenki haza akar menni, a bírót hazaviszik, de a hazaiak hazasétálnak. 900 fő lakosú püspök szilágy, és nagyon szép tájon van ez a pálya, és itt jó emberek laknak, és ezek a jó emberek most 5-0-ra kapnak kifele. Kizmán száll a labda, hova? És ott van. Gól! A gól, nem? Hogy mi volt? Nem tudjuk, mi volt, menjünk tovább. És Kajla, vedd fel a tempót! Elindult Kajla. Kajla visszakapja a labdát. Csinálj le Leszó Drisbergert, ott van kész, késznél a labda. Jobb oldalon, most nézi be kész. Száll a labda máskor, Budaházi lőd be! Gól! Szép támadás volt, hadd legyen Les. Gyönyörű támadás, kész, amikor meglátta, hogy Budaházi ott van, szépen belőtte, és Budaházi bevágta. Még Les gólt is rúgtunk. És... Kajla nem nyugszik. Kajla nem nyugszik. Mondja Nándinak, és véget ért a negyedik forduló keleti csoport Budapest bajnokságában. Az FC Albidok vendégségbe jött Püspök Szilágyra. Pillanatok alatt gólt rőtt Horváth Gergely, Szebi megduplázta, és már 2-0-ra vezettünk az első 10 percben, aztán jött Kész, a csapatkapitány, és Mester 3-assal megtótta ezt a menüt, és 5-0-ra győzött az Albidok csapata, és 12 pont első a listán az Albidok.